a darab egy nagyon jól, és mondhatnám, hogy könnyen rendezhető darab, hiszen hótprofin van megírva. Gyönyörűek a dialógok, zseniálisak a zenék, jók a színpadi helyzetek. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt nagy tévedés nincs abban. Az ember azt mondja, hogy ezt elolvassa és tud darabot olvasni, azt mondja, hogy ez siker lesz. Ki a gyerek apja? A fővárostól való távolsággal egyenes arányban nő a közönség kedve. Tehát akik nem tudnak följárni, nincsenek elkényeztetve a színházak közelségétől, azok azért sokkal inkább a szórakozás biztos jeleivel érkeznek meg. Tehát a tokai közönséget tudom, hogy szórakozni akarnak, és mi több úgy döntöttek, hogy szórakozni is fognak. Ezt az igényt kell mindenképpen kielégíteni a magunk módján. Tokajt szeretem, egy kultúrhely, kultúrváros, tehát azt nem lehet mondani, hogy mit tudom, igénytelen a közönségük, nagyon jók, én pontosan emlékszem a reakciókra, az emberben ilyen képek maradnak meg az ország különböző részeiből, hát nekem már elég régóta maradnak meg ezek a képek, hangulatok, hát tudom azt, hogy van egy olyan 10-12 hely, ahol nagyon édes csapat van, mert össze vannak rázódva, meg ez egy szoktatás kérdése is, tehát ez egy nagy művészet, fölépíteni egy közönséget, egy helyi közösséget, és közéjük tartozik Tokaj, tehát ide mi örömmel jövünk még akkor is, hogyha egy kicsit a távolság miatt a közlekedés az azért nagyon kicsit, nem lehetne közelebb hozni Pesthez egy kicsit? Na nem, nem, most mondtam, hogy arányosan, nem, maradjunk inkább itt a nagyobb távolságnál és a jó kedvnél. Tudja maga egyáltalán, mi az a bigámia? Amikor egy feleséggel több van a kellett. És a monogámia? Az ugyanaz. Számomra nem is a zenés része a kihívás a darabnak, hiszen ugye én főleg, mint musical énekes vagy operettek szereplője fordulok elő itt-ott az országban, hanem pontosan a vígjátéki része a feladat, és hát rengeteget tanulok én most ebben a koromban is a napjainkban, hogy is kell poént mondani, hogy is kell megvárni a közönség reakcióit, mert ez ebben a műfajban azért egy kicsit máshogy működik, mint amiben én egy kicsit jártasabb vagyok. Más kemmi, a vágyom csak ennyi, és szemben elmenni tovább.